Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket, köszöntjük a világ minden tájáról, többek között az óceán túlról résztvevőket is. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétünkkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunortrade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet- és emberismeret fejlesztő képzésén. Én Erényi Györgyi vagyok, a PPH egyik vezetője. Én András Miklós vagyok, a PPH másik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú igazember, mester, coach és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Szedlacsik Miklós az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta él... Igen, még nem volt. Bocsánat, elnézést, egy kis baki van. Technikai baki. Ők nem tudják kikapcsolni a rádiót? Hát rákattintanak a gombra. Akkor menjenek fel a YouTube-ra, és akkor ki lehet lépni abból a... Ja? Akkor ha a rádiót nem lehet kikapcsolni, kattintson mindenki rá a YouTube-ra, és ha megjelenik az előadás, akkor az előző képet, ahol a rádió volt, az X-el ki fentről, és akkor eltűnik a rádió. 1984 óta él Budapesten családjával, feleségével, Mariannal, kiegyensúlyozott, boldog családi élete van. Két fiú gyermeket neveltek fel. 1987 óta építi a kapcsolatokat az emberekkel. 1991 óta vezet embereket, és van saját szervezési csapata. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével négy különböző területen lett ugyanaz a szervezet piacvezető. Tanításait már több százezer ember vette igénybe valamilyen életjobbító lehetőségek elsajátításában. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében közreműködött. Ő nem olyan tanító, aki úgy akar embereken segíteni, hogy a magánélete nincs rendben. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Az ember és az élet működésével kapcsolatában hall vagy olvas valamit, ahhoz kap részletes információkat és tudást. Képes az emberről, az életről szóló olyan információkat lefordítani a köznyelv számára, amelyeket mások tanítottak, de azok legtöbb ember számára érthetetlen. Ha szükséges, képes személyek esetében is információt kapni a múltról és a jövőről. Ha az élet vagy az emberismerettel kapcsolatban új kérdés merül fel, gyorsan kap választ a fentiektől, hogy átadhassa az információkat. Küldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban együttműködni, hogy bekerülhessünk az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nagy örömömre szolgál, hogy ismét együtt lehetünk. Ha megkérdezném, hogy miért születtél, akkor vajon mit válaszolná? Muszáj volt.
Lehet, hogy azt mondanád, hogy anyukád meg apukád összerakta azt, ami volt. Aztán azért lettél? Miért lettél? Miért nem tanítják olyan ezeket az embereknek? Ha nem tudják, hogy tanítják. Tehát miért nem tanítják azt, hogy miért is születtek? És miért nem tanítják már hosszabb ideje? Vajon? Tehát ugye az ember azt hiszi, hogy ő csak csupán egy tisztán egy biológia. Na most akkor ugye megkérdezném, hogy a lelkednek mi köze a biológiához? Hát gyakorlatilag semmi az ég adta világon. Tehát ugye tanultuk a biológiát általános iskolában, nem? Azt mindenki tanulta. És ugye tanulta azt is, hogy hogy jön létre az ember. Igen, és mi nem tanították azt, ami az embernek a lényege. Az embernek a lényege nem a test. A test, mint anyag, az egy mulandó dolog, nem? Hát most melyik lenne neked szimpatikusabb, egy olyan részed, amely öröklétű, vagy egy olyan részed, amelyik elmúlik? Most úgy oda vannak például az emberek a szépségért, nem? Szépek akarnak lenni, de hát az is mulandó, nem? Tehát tudom én, nézd meg egy idős embert, főleg, mit tudom én, akinek már nem sokkal hátra az életéből, nem hiszem, hogy szépnek látod, nem? Na most, tehát az emberek azokat az értékeket, nem, szóval azokat a dolgokat tartják értékesnek, tehát azokat a dolgokat tartják értékesnek, ami mulandó, nem? És ugye van egy fogyasztói társadalmunk, ahol kitalálták, hogy gyorsabban legyen mulandó bármi, nem, mint mondjuk régebben. Hát régebben voltak olyan dolgok, amelyeket sok tíz évre hoztak létre, nem? Tehát nem, tudom én, pár évre hoztak létre. És nézd meg, valahogy úgy vagyunk, mintha az embereket arra tanítanák, vagy arra programoznák, hogy azt becsüljék a leginkább, azt értékeljék a leginkább, ami a leginkább mulandó. Nem? Tehát akkor nézzük meg, hogy a világegyetemben mi a leginkább nem mulandó? Tehát mi az, ami nem mulandó? Tehát mi az, ami nem múlik el? Hát a lélek, nem? A lélek. A lélek egy olyan dolog, ami elpusztíthatatlan. Tehát nem csak elpusztíthatatlan, hanem egy... onnan, hogy létrejött, létrehozta valaki. Onnantól kezdve öröklétű. És így a világegyetem fennáll, a lélek is fennáll. És mégis nem ezt értékeli az ember. Nem egy olyan dolgot értékel, ami öröklétű, hanem olyan dolgokat értékel, ami nagyon hamar elmúlik. És nézd meg, hogy az emberek vásárolnak, és mennyire örülnek, hogyha vesznek valami olyan dolgot, aminek az élettartama lehet, hogy egy használat lesz. Nem? Biztos vettél már mondjuk olyan cipőt, amit egyszer tudtál fölvenni, mert levált a talpa, mondjuk. Stb. Stb. Tehát, és nézd meg, hogy mennyire értékelik azt, ami gyorsan elmúlik, ami gyorsan tönkre megy.
Tehát gondold végig, hogyha megkérdezné, hogy miért születtél, akkor mit mondanál? Pedig nagyon érdekes, mert az ember születésében elég sok minden benne van. Miben? Milyen születésedben? A születési dátumodban. Tehát a születési dátumodban benne van a gyerekkorod, hogy milyen gyerekkorod lesz. A születési dátumod, pedig 8 számról van szó. A születési dátumodban benne van, hogy hogyha megéled, akkor milyen felnőtt kor várható. Benne van az is, hogy milyen lesz az öregkorod, vagy ha egyáltalán megélnéd az öregkort, akkor milyen lesz a várható öregkorod. Benne van, hogy mi lenne az életfeladatod, benne van, hogy mi lenne a küldetésed. Ez két különböző dolog, az életfeladat és a küldetés, ez teljesen más. Az egyik egy cél, a másik pedig egy tevékenység. Melyik a tevékenység? A feladat. Melyik a cél? A küldetés. És képzeld el, ott van 8 szám, és ebből a 8 számból ezt mind megtudná az ember. Azt is megtudja, hogy mi lesz az erőssége, azt is megtudja, hogy mi lesz a gyengesége. Tehát egy holt egyszerű dolog, és az emberek valahogy mintha ilyen dolgokkal nem foglalkoznának. Csak azért mondom, mert hamarosan kezdődik nekünk egy olyan képzésünk, ahol pont ilyen dolgokkal fogunk foglalkozni. De hát van neked egy személyiséged. Na most várjál még mielőtt a személyiséghez térnénk, előtte még mondanám, hogy ugye ezek a gyengeségek, erősségek, küldetések, ez vajon mit szolgál? Tehát, hogy milyen lesz a gyerekkorod, a felnőttkorod, az időskorod, mondom, mik a gyengeségeid, erősségeid, mi célt szolgál? Vajon a testünket szolgálja? Óriási tévedésben él bárki, aki azt gondolja, hogy ezek a testét szolgálják. Semmi köze a testünkhöz. Tudod, mit mutat? A lélek fejlődését mutatja. Mert az, amiért leszülettél, az nem a tested fejlődése, mert a tested elmúlik. Az a lelkednek a fejlődését mutatja. Tehát a küldetés azt mutatja, hogy a lelked fejlődése hova kell, hogy tartson. Milyen cél felé. Vagy az életfeladatod, hogy milyen feladatot kell beteljesítened az életed során, amit magas szintre kell fejlesztened. Na most a testnek minek ez az egész, amikor mulandó? Hogy mik lesznek a gyengeségeid, meg az erősségeid? Na most nézzük meg. Ha nem lenne benned lélek, nem tudnál gondolkodni. Ha nem tudnál gondolkodni, akkor tisztán ösztönlényként működnél. Akkor tök mindegy, mi lenne ösztönlényként. Hogy tehát teljesen ösztönlényként teljesen mindegy, hogy mi lenne a gyengeséged, mi lenne az erősséged, teljesen mindegy. Teljesen mindegy, hogy mi lenne a küldetésed, teljesen mindegy, hogy mi lenne az életfeladatod, mert ösztönlényként ezekre nincs szükség. Oké? Egy olyan lénynek van erre szükség, aki képes gondolkodásra. Hát most kérdés az, hogy hogy állsz ezzel a kérdéssel, hogy állsz ez ügyben. Vajon elérték-e azt már, hogy ne gondolkozz? Itt az évek során. Vagy minimum azt elérték, hogy bizonyos dolgokban ne gondolkozz. És valahogy ez a bizonyos dolgoknak a száma, ez mintha szaporodna. Tehát lényeg az, hogy itt van bennünk egy olyan valami, amit léleknek hívnak. Egyébként mi a lélek? Ugye
Nagyon egyszerű, egy értelmes energia. És mivel az energia nem vészel, és a mi esetünkben, ugye az ember eset, illetve a lélek esetében, még ugye nem, hogy csak nem vészel, hanem gyakorlatilag nem is alakul át. Tehát a te lelked nem tud átalakulni. Egy dolgot tud a te lelked. Tudod mit? Okosodni. Na most kérdés az, hogy nézd meg, hány éves vagy. És vajon mondjuk az elmúlt 2 évben mennyit okosodtál? Vagy az emberek nagy része mennyit okosodott? Hát én mintha azt látnám, hogy az emberek nagy része az elmúlt 2 évben butult. Egy beindult elbutulási folyamatban vannak. A többség. Magyarországon, hát durván a 60% elbutulási folyamatban van. Hát az a többség, a 60%. És ha ezt megnéznénk ugye más országokban is, hát lehet, hogy jobb számokat találnánk. Hol van a legjobb száma az elbutulásra? Izraelben, így van. Izraelben. Ott van a legjobb szám az elbutulásban. És vannak olyan, például az Unióban vannak olyan országok, ahol ez ilyen 10-15% az elbutulás mindössze. Na most, te azt hiszed, hogy a testedért élsz, hidd. Nekem tök mindegy. Csak tudod, mi lesz ezzel a probléma, ha te azt hiszed, hogy a testedért élsz? Az azt jelenti, hogy nem fogod kihasználni a lelkednek a képességeit. Mert a lelkednek sokkal, de sokkal összemérhetetlenül több képessége van, mint a testednek. És mivel te nem tudod azt, hogy hogyan működik a lelked, és hogyan tudnád a lelkednek a képességeit használni, ezáltal nem is fogod tudni ezeket használni. És ezt tanítják valahol nektek? Hogy hogy használjátok ezeket a képességeket? Ami a lelkedben rejlik, nem a testedben. A tested képességei az nagyon, de nagyon korlátozottak. Te büszke vagy a tested képességeire? Ha tudnád, hogy a lelked mire képes, akkor nem lennél büszke a tested képességeire. Tehát lényeg az, hogy megünneplik az emberek például a születésüket, nem? Minden évben egyszer. Megünneplik a nevüket, nem? Minden évben egyszer, nem? És vajon a lelkednek mi a neve? Mondjuk, ha megnéznéd, hogy az alatt az időszak alatt, ami alatt létrejött a lelked onnantól, és elnevezték, mert elnevezték, vajon mi lehetett? Tehát az a fontos, hogy mi a neved ebben a testben, ebben az átlag 80 évben? Gondold végig. A lelked az elején kapott egy nevet. Most mondok példát a nevekre, amit ismerhettek, mint lelkeket, mint nagy nevű lelkeket. Például Mihály arkangyal. Nem váltogatja a nevét.
Érted? Mikor lehetne mondani több ilyen, például Lucifer, mint negatív példa, sem változtatta meg a nevét. És nem kellett két nevűnek lenni. Nem kellett családi név, meg keresztnév, meg még van, akinek három neve is van, vagy négy. Egy nevük van csak. A lelkeknek egy nevük van. Hát ahhoz képest az egész jól eltorzult, nem? Ha végig gondolod. És elérték azt, hogy az emberek a testüket szolgálják, nem? És akkor nézzük meg, hogy a legtöbb ember mit szolgál. Tehát például szolgálja a testét. Nem? Nem a lelkét. A lelkét nem szolgálja, mert azt se tudja, nagyon sok ember itt a nyugati társadalomban azt se tudja, hogy létezik olyan. Hát megmerném kockáztatni, hogy a többség. Tehát melyik a nyugati társadalom? Ugye Európa, meg Észak-Amerika. Tehát mondom, megmerném kockáztatni, hogy legtöbb ember azt se tudja, hogy van lelke. Hol mit szolgálnak még az emberek? Szolgálnak még, mit tudom én, mondjuk egy munkáltatót, nem? Nem szolgáld a munkáltatót? Nagyon sokan szolgálják az államot, nem? Nem csak az állami alkalmazottak. Tehát legjobban tudod, kik szolgálják az államot? Azok a személyek, akik nem tudják befolyásolni az adójukat. Világos voltam? Tehát nem tudják azt befolyásolni, hogy mennyi adót vonjanak le, vagy fizessen be éve, vagy havi szinten. Érted? Tehát azok kevésbé szolgálják az államot, akik el tudják érni azt, hogy kevesebb adót fizessenek. És akár több maradjon nekik. Szóval a lényeg az, hogy bejött egy új divat is. Ugye annak idején kitalálták azt, hogy háziasítsuk a vadállatokat. És milyen célból? Tanulhattad élővilágban, még biológia előtt élővilág volt. Ugye az általános iskola alsó tagozatában még ugye úgy hívták, hogy élővilág, nem biológia. És tanulhattad, hogy azért háziasította a vadállatokat az ember, hogy az embert szolgálja. Tehát az állat, az szolgálja az embert. Ezért háziasították. Mert a vadállat az nem akarja az embert szolgálni. Aha. És én tudod, látok mostanában olyanokat, már hosszabb ideje, de régebben nem figyeltem ezt meg ebből a szempontból, hogy mostanában nagyon sok ember megfordította ezt a dolgot. Nem az állat szolgálja őt, hanem ő szolgálja az állatot. Hogyan? Hát ugye, hogy például vigyáz az állatra. Például sehova nem megy úgy el, hogy ne vinni az állatát. Mert az állatra vigyázni kell. Oké? Akkor elviszi az állatot sétáltatni. Satöbbi, satöbbi. Na most akkor ki szolgál kit? Kérdezem. Ugye a macskának az lenne a dolga, hogy fogja negeret, nem? Azért háziasították. A kutyának mi lenne a dolga? Azért háziasították, hogy őrizze a házat, nem? Vagy terelje a nyájat például, stb. Stb. Vagy, mit tudom én, vadászon. Minden kutyának, ami háziasítva lett, megvolt a szerepe. Érted?
És most ez beteljesítik ezt a szerepet a macskák meg a kutyák. Dehogy is. Ma úgy van, valahova el akar menni a gazda, viszi magával a macskát, mert nincs, aki őrizze. Érted? Tehát magyarul ő szolgálja az állatát. Tehát már nem elég, hogy embereket szolgálnak emberek, már állatokat is szolgálnak. Van, akinek van kutyája is, meg macskája is, azt szolgálja. Érted? És akkor nem mehetek el otthonról, mit tudom én, több napra, mert vigyázni kell a kutyára, meg a macskára. Hát akkor mi a francnak az a kutya, meg a macska? Ja, mert nem tudsz kiről gondoskodni. Aha! Értem. Ja, és az a gyereked, a kutya, meg a macska? Aha, akkor értem. Van, aki így is szólítja a kutyáját, drágám. Érted? Olyat is láttam már, hogy a feleség, nem a kutyának a felesége, hanem a férnek a felesége szebben beszélt sokkal a kutyával, mint a férjével. Érted? Tehát a férjének nem mondott, sose hallottam, hogy olyan szép szavakat mondott volna, mint a kutyájának. Hát jó kis világban élünk, ha jobban végig gondolod, nem? Hát olyan, mintha elment volna az eszük az embereknek, szó szerint. Hát nem gondolod azt, hogy na nézzük, jó? Tehát nézzük meg gyorsan, hogy mit is csinálunk, ja nem ezt kell nyomni, hanem ezt kell nyomni. Oké? Tehát lényeg az, hogy képzéseket tartunk. Milyen képzéseket? Olyan képzéseket, amit le van írva, de nem érdekes ebből a szempontból. Most menjünk tovább. Olyan képzéseket, hogy tudjál bánni önmagaddal. Érted? Hát az önmagad az mindig kéznél van. Az általában a legtöbb embernél az ritkán távolodik el, az önmaga. Hát ugye akkor távolodik el, mikor azt mondják, hogy na ez magán kívül van. De ahhoz mi kell? Mondjuk jó sok pia. Nem? Vagy mi kell hozzá? Hát valami ajzószer, amilyen bódulatot idéz elő. Oké? De a legtöbb ember az hála Istennek önmagánál tud maradni. Na most kérdés az, hogy jó, hát önmagadnál maradtál, és mennyire tudsz magaddal bánni. Hogy állsz például olyan kérdéssel, hogy önbizalom, önbecsülés, önértékelés, hogyan állsz ezekkel? Jó tulajdonságok erősítése, rossz tulajdonságok kijavítása, hogyan állsz ezekkel a kérdésekkel? Hm? Ja, nem kell rossz tulajdonságokat kijavítani? Hát akkor miért kellene a léleknek is fejlődni? Hát gondold végig, ha hiszed, ha nem, leszülettünk úgy, hogy előzőleg már tudással rendelkeztünk, de előtte, mielőtt leszülettünk, kitörölték a tudást. És most az előzményeket hagyjuk egy kicsit békén, már sokat beszéltem erről a díjmentesen. Ha szeretnél erről többet tudni, akkor nézz meg egy előző valamelyik előadást, ahol erről beszélek. Szóval a lényeg az, hogy nulla tudással leszületünk. Miért? Mert nagyon egyszerű, az előző tudás az most befolyásolná olyan mértékben az életedet, érted, hogy amin számodra nem lenne jó. Ezért leszülettél egy olyan helyre, ahol olyan neveltetést kaptál, ami által olyanná váltál, amely képes létrehozni magának
azokat a problémákat, amit te leszületésed előtt bevállaltál. Miért kellett bevállalnod? Mert nem javítottad ki, és ebben az életben bevállaltad, hogy azokat a problémákat megoldod, kijavítod, stb. Stb. De ehhez olyanná kell válni, aki képes létrehozni azokat a hibákat. Oké? És ezzel mindnyájan így voltunk, kivétel nélkül. Van egy kicsit, vannak olyanok, akik egy kicsit nehezebb családba születtek, vannak, akik egy kicsit könnyebb családba születtek, attól függően, hogy neki mit kellett megélnie ebben az életében. Hát ugye valószínűleg, aki most hallgat engem, azoknak a túlnyomó többsége hallotta már azt a szót, hogy karma, és valamilyen szinten tudja is, hogy mit jelent. Karma azt jelenti, hogy az előző életből, az nem feltétlenül a tied, az előző életből hozott olyan probléma, ami ebben az életben is fennáll, és azt a problémát, akik ezt a karmát kapták, meg kell, hogy oldják. Mert ha nem oldják meg, ez a karma megy tovább az utódba. Oké? De ezt az emberek nem nagyon tudják, kivétel természetesen. Tisztelet nekik, a kivételeknek. Szóval a lényeg az, hogy az emberek hozzák a karmát. Vannak olyan karmák, amit az előző életből hoztál, az előző életedből hoztál, és vannak olyan karmák, amit a szüleiden keresztül hoztál. Oké? Tehát magyarul ugyanazokkal a problémákkal megküzdtek a szüleid, vagy a szüleid közül legalább az egyik, de annak az egyik szüleje minimum szintén, és annak az egyik szüleje is minimum szintén. Tehát így végig lehet venni a vonalon, hogy megküzdöttek vele. De nem tudták megoldani. És ha te sem oldod meg, és lett gyereked, akkor a gyereked is ezzel a karmával fog küzdeni. Oké? Van az léleknek egy a Földön lévő küldetése. Ez az alapküldetés, amiről most fogok beszélni. Tehát ezért vagyunk a Földön. Tehát nem a léleknek a küldetése, hanem a lélek földi küldetése. A lélek földi küldetése pedig az, hogy pontos különbséget tudjál tenni minden típusú jó és minden típusú rossz között. És amikor cselekszel, vagy döntést hozol, akkor annak alapján tudjad meghozni a döntésedet, vagy annak alapján tudjál cselekedni, hogy ismered a különbségeket a jó és a rossz között. Na már pedig a jó és a rossz közötti különbségek soha nem nézőpont kérdése, hanem pontos szabályok által meghatározott. De hát az embereknek valahogy elfelejtik tanítani ezeket a pontos szabályokat. És ezáltal honnan a fészkes fenéből tudnák, hogy óriási különbségek vannak aközt, hogy valaki tudja a különbséget a jó fokozatai, a rossz fokozatai és a jó és a rossz között,
vagy nem tudja. Tehát lényeg az, hogy a léleknek az a földi küldetése, hogy megtanulja, hogy úgy legyen képes a jövőben cselekedni, döntést hozni, hogy az a legmagasabb etika szintjén történjen. Tehát a legmagasabb etika szintjén történjen. És addig, míg egy lélek nem képes arra, hogy ezt megtegye, addig mindig újra és újra fog születni. Csak egy kérdés van ezzel kapcsolatban, hogy kérdés az, hogy hol fog újra születni, és milyen körülmények közé fog újra születni. Ugyanis a Földnek más a szerepe a jövőben, mint eddig volt. Tehát itt évmilliók során ez volt a Földnek a szerepe, amit elmondtam az imént. Hogy a lelkek megéljék a rosszakat, a rossz dolgokat, a jó dolgokat, sokféle különböző szintű jót, sokféle különböző szintű rosszat, és pontosan különbséget tudjanak tenni a különböző jó és a rossz között, és megfelelően tudjon a legetikusabb módon döntést hozni. Tehát lényeg az, hogy ez a szerep a Földnek lejáróban van. Ugyanis a Föld itt a évmilliárdok során olyan helyszín lett, amely más szerepet juttat a Föld részére, mint ami eddig volt. Ez a más szerep az azt jelenti, hogy a Föld kapott egy átmeneti szerepet, és ha ez az átmeneti szerep lejár, akkor a Föld betagozódik egy magasabb szintű létformában folytatott életközösségbe. Ez az átmeneti korszak, ez most folyik, 2012. december 23-tól. És tovább folytatódik addig, míg nem lesz olyan az ember lelke, hogy képes egy magasabb létformában működni. De lesz ugye abban egy olyan időszak, ami sokkal másabb lesz, mint a mostani. Tehát a mostani időszak, amiben vagyunk, okozza az emberek számára az elmúlt időszak legnehezebb időszakát fogja okozni. Ez azt jelenti, hogy ugye mit jelent a legnehezebb időszak? Hogy globálisan nézve, tehát az egész bolygóra nézve, legnehezebb időszak lesz, nem az elmúlt 20 évre vonatkozóan, hanem az elmúlt 2000 évre vonatkozóan. A legnehezebb időszak. Az azt jelenti, hogy ugye voltak az emberiség történetében az elmúlt 2000 évben katasztrófák és egyéb dolgok, ami nehezítette az emberek létét, de bizonyos helyszíneken volt. És nem terjedt ki az egész bolygóra.
Most nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy egy olyan fajta működés kezdődött el tavaly márciusban, ami az egész bolygóra kihat. Igen. Tehát ilyen nem volt. Még az első, tehát ugye az első és a második világháborút világháborúnak nevezték, de az nem világháború volt, mert nem terjedt ki az egész világra. Például, csak mondok egy kérdést. Az amerikai kontinensen volt első-második világháború? Nem. Akkor milyen világháborúról beszélünk? Csak ráfogták, hogy világháború. Világos ez? Például, mit tudom, egész Ázsiában folyt a világháború? Nem. Egész Európában folyt a világháború? Az sem. Egész Afrikában folyt a világháború? Az sem. Az összes tengeren folyt a világháború? Nem. Vagy az összes óceánon folyt a világháború? Nem. Tehát akkor ez nem világháború volt, csak annak nevezik. Világos ez? Na most, ugye a második világháborúban haltak meg többen, mint az elsőben, de az emberiség lélekszámához képest 0,1% volt, érted? De lehet, hogy 100%. Na most ez annyit jelent, hogy a legtöbb embert a bolygón nem érintette, érted? Már legalábbis nem halt bele. Lehet, hogy érintette, de nem halt bele. Na most, ami most van, az a következő történés. Nézzük meg, hogy működik az ember. Az ember úgy működik, hogy a legnagyobb ösztöne az a túlélési ösztön. És amikor az ember elveszíti a túlélési ösztönét, akkor meghal. Világos ez? Na most, hogy milyen okból veszíti el a túlélési ösztönét, az most ebből a szempontból részletkérdés. Az a lényeg, hogy ezt tudják a hatalomban lévő egyes emberek, nem azt mondom, hogy mindenki, egyes emberek, vagy ha ők nem tudták, akkor a tanácsadóik tudják, hogy az ember így működik. Hogy a legnagyobb ösztöne, a legerősebb ösztöne a túlélési ösztön. És ezt a túlélési ösztönt elveszik, akkor az emberek meghalnak. Nem kell hozzá betegség, hogy meghaljanak. Nem kell hozzá baleset, vagy háború, hogy meghaljanak. Meghalnak. Egyszerűen csak azt kell hinniük, hogy nekik nincs más, már csak a halál. Tehát mikor az ember elveszíti a túlélési ösztönét, akkor a gondolataiba az kerül bele, igaz, ugye rá is prüszköltél, azt kell betenni a fejébe az egyénnek, hogy neki már nincs reménye a jövőre nézve. Tehát mondok példát, hogy egyszerű legyen. Voltak a Földön nagy gazdasági válságok. És ugye az érintette a tőzsdéket is. Már a 20-as években lévő gazdasági válságot is érintette a tőzsdéket. És azóta is. És miért lettek öngyilkosak az emberek? Mert egyszerűen azt látta, hogy neki már nincs reménye a jövőre nézve. Világos ez? És egyszerűen fogta, és tudom én, kiugrott a 20. emeletre. Szóval a lényeg az, hogy ez nem azt jelenti, hogy öngyilkosak lesznek az emberek. Tehát tudjuk jól,
hogy a Földön vannak gombák, baktériumok, vírusok. Oké? Okay? Mik? Paraziták. Paraziták is vannak, igen, köszönöm szépen. És lényeg az, hogy ezek eddig is tizedelték az embereket. Pedig az emberek túl akartak élni. Oké? Okay? Na most, ha az emberek elvesztik a túlélési reményüket, tehát azt mondják, hogy nincs értelme tovább élni, akkor abban a pillanatban ezek a gombák, vagy baktériumok, vagy vírusok, vagy paraziták előnyt élveznek az ő életükkel szemben. Tehát magyarul kezd el mondogatni magadnak, hogy nincs értelme az életednek, és azt veszed észre, hogy az immunrendszered ellenálló képessége a nullára le fog csökkenni. Jó, de hát nyilván nem javaslom ezt neked, csak példaként mondtam. Jó? Tehát egyszerűen az agyunk az, ha átprogramozzuk a túlélési ösztönünket, akkor avval nullára csökkentjük az immunrendszerünk hatékonyságát, és az illető meghal ebbe, abba, amabba. Érthető? De nem csak erre van befolyása a túlélési ösztön kikapcsolása, hanem a figyelmedre is. Tehát, hogyha elkezdi egy ember mondogatni magának, hogy nincs értelme az életének, akkor a figyelme az elkezd befelé fordulni, és úgy fog átmenni az úton, hogy jön egy autó, és puty, elüti, és bele is hal. Világos ez? Meg se fogja hallani, vagy látni azt, hogy közeledik az az autó. Érted? Tehát nem csak az immunrendszerünket érinti ez a dolog, hanem a figyelmünket is érinti. Tehát lényeg az, hogy az embernek van egy programja, ez a túlélési program, és nem csak túlélési program működik bennünk, hanem elég sokféle program működik bennünk. Például az is program, hogy te dohányzol. Vagy az is egy program, hogy te iszol alkoholt, nem vizet. Vizet ihatunk nyugodtan egészségetekre. Hanem alkoholt. Nem hébe-hóba, nem mondjuk alkoholistaként rendszeresen. Jó, szóval lényeg az, hogy ez mit program. De a legerősebb, legnagyobb programunk az a túlélési programunk. És az emberi agy az úgy működik, mint egy számítógép. Programozható. Oké? Okay? És ezek a programok, ami az emberi agyban vannak, átprogramozhatók. Két féle módon lehet átprogramozni az emberi agyat. Az egyik, ha te átprogramozod, a másik, ha valaki más átprogramozza. Nyilvánvaló, hogyha valaki más átprogramozza, annak vannak különböző formái. Meg annak is, hogyha te programozod át, annak is vannak különböző formái. Tehát, hogyha az embereknél sikeresen megteszik azt, hogy átprogramozzák a túlélési ösztönüket,
akkor az emberek tömegei természetes módon fognak meghalni. Nem kell háború, nem kell katasztrófa. Oké? Egyszerűen az emberek belehalnak abba, hogy elvesztették a túlélési reményüket. Világos ez? Tehát az kerül be a fejükbe, hogy nincs értelme az életüknek. Érthető ez? Tehát mondok példát, hogy világos legyen. Mondjuk egy diktatórikus működésben, tehát ahol valamilyen diktátor irányít mondjuk egy népet, és az a diktátor az nem jó szellemben, hanem rossz szellemben irányít, sokkal, de sokkal több lesz az öngyilkos, meg lehet nézni a történelemben, mint egy olyan nép irányítója, amelyik mondjuk demokratikus módon irányít. Oké? Tehát gondold végig, hogy ez mind önmagunkkal kapcsolatos dolog, amiről most szó volt. Az embereknek ezekről úgy a legtöbb embernek fogalma nincs, hogy ez így működik. Sajnos ez a tapasztalat. De hát nem csak önmagunkkal kellene tudni bánni. Nem csak önmagaddal való helytelen bánásmód okoz problémát, hanem tud problémát okozni a pároddal kapcsolatos probléma, nem? Vagy tud a szüleiddel, vagy a gyerekeiddel. Ez mind, ha ott van, ezekben probléma van, akkor rád negatívan hat. Vagy másokkal, tehát más emberekkel. Ide tartoznak mondjuk a gyerekeden, szüleden, szüleiden, párodon kívüli személyek. Világos? Vagy a munkáddal kapcsolatos problémák, munkahelyi problémák, vagy pénzzel kapcsolatos problémák, ha nincs elég, például elég pénz, vagy környezeteddel kapcsolatos problémák, vagy a hatóságokkal kapcsolatos problémák, vagy éppen az Isteneddel kapcsolatos problémák. Tehát mikor azt mondod, hogy ja Istenem segít, ő meg valamilyen oknál fogva nem segít. Oké? Tehát lényeg az, hogy itt van 10 terület. Ezek tök mindegy, hogy hogyan működnek. Vajon miért nem tanították ezeket az iskolákban? Az általános iskolában pedig ott kellett volna. Hogy ezekkel megtanulj jól bánni. Tanulnak itt emberek, ugye mondhatjuk azt, hogy ilyen független módon, lehet, hogy meg lehet kockáztatni, hogy nálunk tanulnak a legtöbben. Magyarországon. Tehát független módon tanulnak. És mit akartam ebben kapcsolatban mondani? Mindegy, majd eszembe jut. Szóval lényeg az, hogy ezek olyan ismeretek, amit ugye az imént említettem, csak visszamegyek, hogy az általános, ja igen, megvan, mit akartam mondani, hogy elkezdenek tanulni emberek, és tudod, mit mondanak egy idő után? De jó lett volna ezt már korábban tanulni. Vagy de jó lett volna már ezeket gyerekkorban tanulni.
Érted? És ez minden tanulóban szerintem felmerül. Kivétel nélkül. Hogy de jó lett volna előbb, vagy de jó lett volna gyerekkorban már. Mennyivel más lett volna az életem, hogyha ezt előbb tanultam volna. Vagy milyen jó lett volna, már hogyha a szüleim tanulták volna ezeket. Mielőtt még én megszülettem. Érted? Tehát olyan dolgok, hogy ugye ránk fognak például olyanokat, hogy szekta vagyunk. Totál vallásmentesek vagyunk. Tehát itt nincs, bármilyen vallása van valakinek, szívesen tanítjuk, szívesen várjuk szeretettel. Ennyi. Akkor ránk fogják, hogy agymosás. A tudás az agymosás. A nem tudás, mikor azt akarják elérni, hogy te ne tudj. Na az az agymosás, érted? Mert mit mosnak ki az agyadból? A tudást. Érted? Itt nem tudást mosunk ki, hanem tudást adunk. Érted? Tehát lényeg az, hogy olyan hely, ami a bolygón jelenleg páratlan. Több szempontból is. Miért? Nézzük meg. Azért, mert mi végig tudjuk vinni az embereket a legmagasabb lelki szintig. És én nem ismerek olyan helyet, amely független szervezetként, politikától és vallástól függetlenül képes lenne arra, hogy végig vigye az embereket a lelki fejlődés szintjein. Én nem ismerek többet. Tehát van a bolygón egy olyan szervezet, amely erre képes. De azt gondolják az emberek, hogy ők maguk végig tudnak menni ezen. Csak az a baj, hogy ebben csalódást fognak szenvedni az emberek. Ha azt gondolják, hogy maguk végig tudnak menni. Ugyanis a negyedik szintől szükség van, nem, a harmadik szintől, bocsánat, szükség van egy közösségre. Ha maga akar az ember végig menni, ott nincs benne a közösség. A valahova tartozás a harmadik szint. És tudod, miért kell valahova tartozás szintjét is megcsinálni, és azt mondani, hogy én képes vagyok együttműködni másokkal? Mert a fejlődés feltétele, a lélek fejlődésének feltétele, hogy képes legyen feltétel nélkül együttműködni egy hasonló lénnyel. Világos ez? És a valahova tartozás, tehát hogy egy közösségben benne van az ember, ott kezdődik, hogy az ember elkezd tudni együttműködni másokkal, képes arra, hogy alkalmazkodjon. És akkor nézzük tovább. Elismerés. Hogy adsz elismerést, hogyha azok az emberek nem tartoznak valamilyen szinten hozzád? Ja, úgy próbálsz elismerést adni, hogy hát azért gratulálsz annak is, aki nem tartozik hozzá, de szép dolog. De nem jobb lenne, hogyha például azt mondanák, hogy köszönöm szépen neked, amit értem tettél. Mert itt nem csak arról van szó, hogy elismerést adni, hanem arról is, hogy elismerést kapsz.
Érted? Tudod, milyen jó dolog az, amikor megköszönik, amit érte tettél? Oké? És ugyanúgy az is jó dolog, mikor te megköszönöd, amit érted más tett. Érted? Tehát tudod, milyen fontos, hogy az ember tudjon megköszönni dolgokat? Tudja azt mondani valakinek, hogy köszönöm. Miért ezt látod, hogy az emberek ezt tudják? A legtöbb ember ezzel úgy próbálja magából kipréselni azt a szót, érted? Valahogy. De úgy nem akar kijönni. Szóval a lényeg az, hogy ha nincs közösség és nincs saját csapat, hogy csinálod meg? Kitől fogsz kapni elismerést, ha nincs saját csapatod? Hogy tanulod meg azt, hogy képessé válj másnak azt mondani, hogy köszönöm, amit értem tettél? Ja, az egód eddig nem engedte? Na most ki az úr a háznál? Te vagy az egód? Nézzük tovább, önmegvalósítás. Amit tudsz, nem gondolod, hogy tovább kellene adni? Nem gondolod, hogy neked nem úgy kéne elmúlni a földről, hogy nem emlékeznek rád? Tehát az nem emlékezés, hogy van egy sír, meg egy sírfelirat. Érted? És akkor valaki arra jár, elolvassa, de azt se tudja, hogy ki az. Érted? Tehát nem kellene valami nyomot hagynod magad után? Ezt itt meg tudod csinálni. A világtörténelem legnagyobb kihívását tehát kihívását valósítjuk meg. Az a kihívás, hogy ezen a bolygón aranykor legyen. Mert addig, míg ezen a bolygón nincs aranykor, addig nem lehet a legtöbb embernek nem lehet fokozatosan fejlődnie. Hát hogy lehet fejlődnie, ha nem fokozatosan? Így. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy fejlődik, visszaesik, fejlődik, visszaesik, fejlődik, visszaesik. Nehogy ma azt mondta, hogy nem ilyen fejlődést látsz az embereknél, akik fejlődnek. Nyilván a legtöbb ember most nem ezt írja le, hanem legtöbb ember ezt írja le. Tehát mennek szépen lefele. Nem fölfele, meg nem vízszintes vonalban ingadoznak, hogy átlagos az vízszintes, nem. Tehát sajnos az ember úgy működik, ha elnyomást kap, elveszíti addig, míg az elnyomás hat rá, elveszíti a tudását. És az aranykorban, tehát az aranykor szerepe lesz az, hogy az emberek már nem kapnak elnyomást, mert nem lesznek elnyomók, és mivel nem lesznek elnyomók, az emberek fejlődhetnek, és az a fejlődés így fog fölfele menni. Oké? Tehát nem így, így. Oké? Hát vagy neked jó az, ami van. Mi az, ami van? Hát ez a rosszul döntünk, a helytelenül cselekszünk, problémákat kapunk. Megint rosszul döntünk, megint helytelen cselekszünk,
megint kapunk újabb problémát. Ez a normális élet? Mert azt mondja valaki, hogy ez a normális élet. Hát a normális élet az lenne, hogy egyre jobb döntéseket hozol, nem? Egyre helyesebben cselekszel, nem? És egyre kevesebb a rossz döntés, és egyre kevesebb a helytelen cselekvés. Nem így kellene? És eljutni oda, hogy gyakorlatilag szinte nulla a helytelen döntés, vagy a helytelen cselekvés. És nem azért, mert nem hozol döntést, vagy nem cselekszel. Mert sokan azt gondolják, hogy nem hozok döntést, akkor nem hozhatok rossz döntést. Vagy nem cselekszem, akkor nem cselekszem helytelenül. A fenét. Ezt úgy hívják, hogy mulasztás. És a mulasztás is helytelen cselekvés, vagy döntési helyzetben helytelen döntés. Világos ez? És minden helytelen cselekvésnek, vagy helytelen döntésnek rád nézve negatív következménye lesz. Oké? És örülj neki, ha ezt a negatív következményt ebben az életedben megéled, és örülj neki, ha minél hamarabb megéled. Mert ha minél hamarabb megéled, annál jobban ki tudod bogozni, hogy vajon miért kaptam azt? Ha minél távolabb van a helytelen cselekvés, vagy a helytelen döntés az utólagos problémától, annál nehezebb kideríteni, hogy mi lehet annak az oka. Márpedig minden problémának megvan az oka, amit csak az emberek kapnak. Amit csak kapnak. Lehetne erről még sokat beszélni, de ránéztem az órára is. Már be kellett volna fejeznem. Ha érdekesnek tűnik egy olyan hely, ahol olyan tudást tudtok kapni, ami hozzásegít ahhoz, hogy bejuthass az aranykorba, és hozzásegít ahhoz, hogy magasabb létformába kerülhess, az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egy örök létet tud jelenteni. Jó? Tehát egy tudatos örök létet. Tehát nem egy olyat, hogy mindig elveszted a tudásodat, hanem egy tudatos örök létet. Akkor itt a helyed. Ha ezek nem érdekelnek, örültünk, hogy meghallgattál. Ennyi. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt az előadást. Én 10 éve vagyok itt, de ilyen egyértelműen még sosem magyaráztad el, hogy mi a küldetésünk, mármint a lelkileg mi a küldetésünk. Simán, megérthetően, és szépen beszéltél. Szóval ez is valami. Mielőtt feltennék egy pár kérdést a kolléganőmnek. Nem akartam elárulni. Leírtam egy pár dolgot. A beszélgetés, az elbeszélésedből kiderült, hogy most pszichikai háborúban vagyunk. Azaz velünk van a nép. Ez volt a komoly dolog. A másik dolog, hogy köszönjük szépen, hogy megtiszteltél minket azzal, hogy házigazdák lehetünk ma is. Az azt jelenti, hogy valamit csak tudtunk csinálni 10 év alatt, legalábbis egy kis bizalmat nyertünk. És van 2 komolytalan megjegyzésem. Mondtad, hogy a legtöbb ember nem tudja befolyásolni az adójukat, ugye? Azt mondtad, az alkalmazottak. Igen. Az emberek azért nem tudják befolyásolni az adójukat, mert a lyukat nem lehet befolyásolni. Tök mindegy, hogy milyen neve van. Az az egyik. A másik még azt mondtad, hogy a karmáról beszéltél. És nekem az ugrott be, hogy egy rossz házasságban
gyakran előjön, előfordul a karma, az asszony karma. Egy rossz házasságban. Na, szóval ez volt a poénkodás. Most térjünk a komoly dolgokhoz. Fel szeretnék tenni neked egy pár kérdést. Próbáld meg. Civil foglalkozásod. Szülésznő voltam, és most meg PPH vezető. Honnan jöttél? Budapestről. Családi helyzet. Párban élek, 24 éve mennyasszonyként. Megkérdezhetem kivel? Miklossal, itt van a párom, bocsánat, ezt elfelejtettem. Miért kezdtél tanulni a Nyílt Akadémiánál? Hogy miért? Hát nagyon szerettem a szülésznői szakmámat, de mindig éreztem, hogy még valami hiányzik az életemből, amivel a beteljesülés megtörténne velem. Sokféle könyveket olvastam, tanfolyamokra jártam, de éreztem azt, hogy még mindig hiányzik valami, és még mindig nem teljesült be azt, amit szerettem volna. A párom találta ezt az iskolát, idézőjelben, amire elhívott. Kissé kételkedtem, de az előadás alatt hatalmas felismerések törtek rám, ami bizonyította, hogy nekem itt a helyem. Éreztem, és tudtam, hogy itt minden kérdésemre megkapom a válaszokat, és a tudást is. Milyen jó, hogy jöttem, találtam ezt a sorot. Igen, igen. Eddig mit adott neked a Nyílt Akadémia Ember és Élet Jobbító coach képzés? Hogy mit adott? Hát megtanultam önmagamat kezelni, a szeretteimet, és megtanította az egómat visszafogni, háromnegyed részben. Azaz egynegyed rész az még mindig ott motoszkál, de igyekszem ezt kijavítani. Mit tanácsolsz másoknak? Nézzetek sok előadást, és ha tetszik, és szeretnétek még többet látni, hallani, akkor gyertek és tanuljatok velünk együtt, mert együttesen mindannyian elérjük az aranykort, és még onnan tovább is haladjunk. Ennyi. Szépen beszéltél. Megengedem, hogy kérdezzé. Akkor már is hozzákezdek. Civil foglalkozásod? Vállalkozó vagyok. Honnan jöttél? A 11. kerületből. Családi helyzetet? Hát velegem vagyok, 24 éve. Ja, van 3 gyerekünk, 3 unokánk. Igen, azt elfelejtettem. 3 vej, meg 3 nej. Vagy micsoda? Hogy mondják? Nem, 3 vej. Menj. Igen, menj asszonyok ők is. Igen. Miért kezdtél el a Nyílt Akadémiánál tanulni? Ez vicces, mert én nem azért jöttem, hogy tanuljak, én azért jöttem, hogy válaszokat kapjak. És az elejét, nem tudom, ha visszaemlékszel, nagyon sok kérdést tettem fel neked, és mire rájöttél, hogy szeretnél előadni, és nem tudsz miattam, azóta megtiltottad persze, hogy ne tegy a kérdést fel. Mindig eltérült az előadásod. De olyan kérdéseket tettem fel, ami az előadással kapcsolatban volt, de ezáltal egyik után jött a másik, és akkor szép nagy kanyarokat csinált. Szóval az egyik az volt, hogy sok kérdésem volt, a másik, hogy miután sok kérdést tettem fel, megtetszett, hogy itt mindig van valamire válasz. És mondjuk úgy, hogy itt ragadtam egy részben. A másik részben rájöttem, hogy nem azt mondom ösztönösen, mert olyan nincs, hogy ösztönösen van tudás, de a szüleim, édesanyámtól, amit kaptam, volt valami hasonlatosság azokban a dolgokban, amit te tanítasz most nekünk, és ez megragadott, és ide ragadtam. Lassan 10 éve. Szóval azért jöttem ide, hogy gyarapítsam azt, amit elkezdtem még gyerekkoromban. Tekerjek? Igen. Ne. Ne. Tessék. Eddig mit adott neked a Nyílt Akadémia Ember és Életjobbító coach képzései?
Hát az előbb is mondtam, egy részben fejlesztette a, mondjuk, hogy a gyerekcipőbe járó tudásomat, most már nagyobb a cipő, és annak idején valamelyik nap mondta Miklós, hogy vannak olyan emberek, akiknek sok egyesük van, nekem 8 van. Sok 9-esen is van, még 6-osan, úgyhogy na, szóval az ego, lehet, hogy azt mondják, hogy egoista vagyok, az az olyan szempontból, hogy nagy az egom, de én szerintem visszafogtam elég jól magamat az utóbbi időben. Azaz, nőtt a türelmem, mert ne sírjál. Szóval azt adta, hogy jobban odafigyelek a magamra, és ezáltal jobban odafigyelek az emberekre is. Mit tanácsolsz másoknak? Hogy ne azt csinálják, mint én. Csinálják jobban. Azaz nekem megint egy olyan dolog tetszett a Miklósnak valamelyik tanításán, azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogy azok az emberek, akik itt tanulnak, jobban tudják ezeket a dolgokat, mint ő, ahogy tudja. Igyekszem, csak nálam még lassan megy. Szóval azt tanácsolom, hogy csináljátok azt, amit mond a Miklós, és ha bennetek van olyan, hogy szeretet a többi ember felé, ami úgy kezdődik, hogy magatokkal, ha a tükör elé tudsz állni, és azt mondod, hogy hú, szeretem azt a valakit a tükörbe, akkor képes leszel szeretni azokat is, akik a tükör mellett néznek és bockodnak. Ezt tanácsolom, hogy szeressétek magatokat. Következik a szünet. A szünet után coachképzésünk lesz, amelyen, ha lehetőséget van, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részt vettél, megtiszteltél minket a jelenléteddel, és elköszönünk tőled. 25 perc szünet következik mostantól.